Jó estét kívánok! A húsvéti ünnepekre való tekintettel ezt az adást felvételről látják. Szerda délután vettük föl, de ahogy látják, annál izgalmasabb a kínálat és a vendégek. Ceglédi Zoltánnal és Lakner Zoltánnal kezdünk. Jó estét kívánok! Jó. Ugye mi abban maradtunk így hármasban, hogy most egy picit szusszanhatunk, és egy picit nagyobb perspektívából nézhetünk rá az uniós kampányra, és nem a nagyon aktuál politikai hírekhez kötjük a ma esti elemzést. És arra gondoltam, hogy indítsunk onnan, hogy egy picit ezt a távolabbi perspektívát megvalósítsuk, hogy mi a valódi tétje az uniós választásnak, ami az ugye egyre inkább közeledünk, hogyha kiszakadunk abból, amit a Fidesz mond, hogy itt aztán mindjárt a liberálisok átveszik Európát, hogyha valamit nem csinálunk, meg amit az ellenzék mond, hogy itt aztán mindjárt gyorsan Orbán Viktor kivezet minket az unióból. Ehhez képest mi a tét? Vagy mondjuk valamelyik stimmel? Az unióból való kivezetés az talán azért nem egy ilyen rövid távú projekt. Igazából valószínűleg a kormánynak ilyen célja konkrétan ebben a pillanatban nincs is. Annyi igazság viszont van mondjuk ebben a beállításban, hogy ugye Orbán sokat beszél arról, hogyan akarja átrendezni, vagy hogyan akar hozzájárulni ahhoz, hogy átrendeződjön az európai politikai térkép, és az a helyzet, hogy ez tényleg zajlik, csak ami szerintem Magyarországon sokkal kevésbé érzékelhető, az az, hogy Orbán nem csak a Salvinival, Le Pennel és másokkal leírható politikai tábornak valamiféle egymásra találását generálja, hanem az ő ellenfeleik egymásra találását is ösztönzi, és éppenséggel Orbánékkal szemben is épül egy politikai pólus Európában, és ennek abszolút lesznek közvetlen következményei Magyarországra nézve is, vagy hát pontosan van esélye annak, hogy legyen ilyen közvetlen következmény, tehát akkor, amikor majd a költségvetési tárgyalásokról lesz az Európai Unióban, akkor ki fog derülni, hogy mennyire erős az a szándék, ami úgy tűnik egyébként most már, hogy erősebb, mint valaha, hogy a demokrácia kritériumok összekapcsolódjanak a költségvetési kritériumokkal. Erről időnként volt szó korábban is, de talán soha ilyen erős elköteleződés vagy motiváltság nem mutatkozott a liberálisok, a szocialisták, a zöldek oldalán ezzel kapcsolatosan. Tényleg az a legfontosabb feladatunk, hogy kiszakadjunk a belpolitikai perspektívából. Az európai parlamenti választás paradox módon Magyarországon sokkal kevésbé fontos, tekintve, hogy körülbelül kalkulálható az eredménye, mint össz-európai nagyságrendben. Magyarországon a Fidesz körülbelül a mandátumok felét fogja megszerezni, győzelmet vagy vereséget ehhez mérten fog mindenki hirdetni. Az, hogy az európai parlament maga hogyan épül föl, megerősödnek-e, valószínűleg egyébként igen, a liberálisok, hogy csökken-e az Európai Néppártban ülő képviselők száma, jó eséllyel igen, és hogy egymásra találnak-e a ma még külön frakcióban ülő euroszkeptikusok, hogy az immár csúszó Brexit az mit eredményez ebben az Európai Parlamentben, ugye Nigel Farage épp most alapított egy Brexit pártot, tehát be akar kerülni az Európai Parlamentbe ez a barom, egy olyan párttal, aminek az a célja. Nagyon dühös vagyok, ugyanis... Sőt, az a vicc, hogy most is ott van. Igen, tehát ő jelenleg egy európai parlamenti képviselő, úgyhogy a Brexit népszavazást megelőzően már elbúcsúzott az Európai Parlamenttől, majd továbbra is bejár, fölveszi a fizetését, sőt, mivel német felesége van, még sorban állt egy septében növesztett bajusszal, magát álcázva, hogy német állampolgárságot, így fönntartott uniós állampolgárságot kapjon. Szóval ez az ember is az EP-be igyekszik, illetve maradna. Mindez létre fog hozni egy olyan új erőviszonyt, vagy erőviszonyrendszert, ami vissza fog hatni Magyarországra. Zoli által említett döntéseket ugyanis nem Orbán Viktor fogja meghozni, hanem az Európai Parlament különböző intézményei, szervezetei, vagy az Európai Unió különböző szervei, szervezetei, intézményei, maga az Európai Parlament, a bizottság és hasonlók. Nagyon fontos, hogy mi történik az európai választásokon, kevésbé az Magyarország jövője szempontjából, hogy az egyes magyarországi pártok azok mennyi mandátumot szereznek, sokkal inkább az, hogy az Európai Parlament milyen erőviszonyokkal megy tovább. És furcsa módon talán ilyen szempontból legalább annyira fontos, hogy mi történik az idén Európában tartott parlamenti választásokon, tehát Spanyolországban április végén választás lesz, Lengyelországban, ugye Orbán egyik főszövetségesénél választás lesz ősszel. Ezek meg fogják határozni azt, hogy milyen pártok által delegált miniszterelnökök foglalnak helyet abban az Európai Tanácsban, amely európai parlamenti választás ide vagy oda, de még mindig a legfontosabb döntéshozó fórum. Hogyha megvalósul az, amit mondtál, hogy jogállamisági kritériumokhoz kötik az uniós pénzek kifizetését,
kilépését, akkor az kinek fog fájni? Most nyilván a csókos körön túl. Fog-e fájni Magyarországnak? Fog-e fájni a leszakadó térségeknek? Fog-e fájni Mari néninek? Bármiben megérzi, mert ő nyilván a saját szintjén tud gondolkodni. Hát ez egy érdekes vita. Biztos, hogy fog fájni. Szóval először is onnan indulunk, hogy lehet tudni, hogy csökkenni fognak az európai felzárkóztatási pénzek, és azt is lehet tudni, hogy a 2004-ben csatlakozott országok biztosan kevesebb pénzt fognak kapni. A vita arról megy, hogy mennyivel kapjanak majd kevesebb pénzt, és lesz majd egy kicsi visszarendezés a régi tagországok alulfejlett régióinak a támogatására. A Brexit ebből a szempontból sem mindegy, tehát hogy maradnak, meddig maradnak a britek, mert hogyha mennek, ugye még ez a tudásunk van egyelőre, hogy valamikor menni fognak, eleve kevesebb pénz lesz, amit szét lehet osztani az Európai Unión belül. És hogy ebben a viszonyrendszerben Magyarországnak milyenek a tárgyalási pozíciói, hát az egyáltalán nem mindegy, és ilyen értelemben van döntő jelentősége a Sargentini jelentésnek, ahol azért a néppárt mégiscsak Orbán ellen szavazott, ilyen értelemben van jelentősége a Fidesz felfüggesztésének a néppártban. Tehát ezek a tárgyalási pozíció romlásaként értelmezendők, és az értelmezési vita az valójában szerintem ott van, vagy ott lehet, vagy ez az, ami a jövőt tekintve biztos a homályos, hogy ugye annyival kevesebb lesz a pénz, ami döntő módon hiányozni fog ennek a nagyon drága vurslinak, a NER-nek a működtetéséhez, vagy ez éppen annyi pénz lesz, amennyi még elég a klientúra életben tartásához és jólétéhez, és majd a fogyatkozó pénzt az amúgy is egyre inkább autoriter hajlamú rendszer további keménykedéssel igyekszik kompenzálni, ameddig csak bírja. Mondjuk szerintem a mi nézőink közül inkább a klientúrát sajnálják kevesebben, hogyha arra kevesebb jut. Hát én is viszonylag kevés, és sajnálom. Na, de akkor ki az, aki meg fogja érezni, és miben? Mindannyian meg fogjuk érezni, ugyanis van még egy fontos szempont. Egyre többen prognosztizálják a közelítő újabb gazdasági világválságot, ami Magyarországot nagyon rossz helyzetben éri. Ugyanis jelenleg a hiába alacsony a hiány, meg hiába gondoljuk azt, hogy Orbán Viktor és Matolcsi György unortodox gazdaságpolitikája rendbe tette Magyarországot. Az a tény, hogy egy elképesztően kiszolgáltatott, német gazdaságnak kiszolgáltatott, az ide települt multiknak összeszerelő üzemként működő iparunk elképesztően kiszolgáltatott ezeknek a változásoknak, leépítették a kutatásfejlesztést, az innovációt, ami azt jelenti, hogy jön egy válság, az fájni fog. Ennek az előszerét már érezzük. Van olyan gumigyár, ahol már most elbocsátások vannak. Azt látjuk, hogy ha van egy gazdasági válság, akkor Magyarország az elképesztően sérülékeny tud lenni, nem véletlenül tart ettől egyébként mondjuk Varga Mihály, és azok az uniós pénzek, amik ide jöttek, azok sajnos nem a felkészülést, nem a biztonság megerősítését szolgálták. Ugye Magyarországnak, a magyar lakosságnak, ahogy tetszik, van egy olyan élménye az uniós pénzzel kapcsolatban, hogy az ingyen pénz, és hát nem baj, hogy a német meg az egyéb mondjuk a skandináv adófizető pénzét, azt egy településen 11 kilátóra elköltöttük a másik Amivel az a baj, hogy amint nem jön ez a pénz, vagy amint szükség lenne arra, hogy saját lábra álljunk, akkor ezekre a kilátókra tudnánk csak fölállni, meg a stadionokra tudnánk látni fölállni. A megoldást, hát valamitokról lehet. Igen, szóval a klientúrának is ebből a szempontból van jelentősége, hogyha egy kliens gazdaságot építünk, és akárhogy is nézzük, ezek a cégek, az ő általuk birtokolt cégek a fő munkaadók Magyarországon, a multinacionális cégek mellett, ezeknek a kliens cégeknek nincs arra innovatív felkészültségük, hogy mondjuk egy válsághelyzetben úgy alkalmazkodjanak, hogy munkahelyeket őrizzenek meg. És miért nem készítik föl rá őket? Tehát, hogy ennyi pénzből kiemelt figyelemmel akár föl is lehetne őket erre készíteni. Főleg így, hogy tényleg a kormány részéről már többször elhangzik, hogy készülnek. Van ezzel kapcsolatban egy vita egyébként, ami jobb és baloldalon egyaránt zajlik. Ugye baloldalról a kínai modellt szokták mások figyelmébe ajánlani, hogy ott hiszen nincsen demokrácia, és még milyen jól teljesít a gazdaság, ezt is lehetne vitatni. Jobb oldalról meg ugye a Fidesznek az elképzelése ezzel a sztorival kapcsolatban. Tudomásul kell venni azt, hogyha az első lépésem, hogy kizárom a piacot a gazdaság működtetéséből, akkor nem fogom tudni ezeket a szereplőket fölkészíteni arra, hogy megállják őket egy válság idején. Mészáros Lőrinc idézőjelben vállalkozásai, azok tisztán piaci körülmények között sem élnének meg, nemhogy egy válság idején ellenálljanak és munkahelyeket őrizzenek meg. Ezek kizárólag arra épülnek, ezek a vállalkozások, ahogy
egyébként a Fidesz sajtója is, hogy majd az állam a sajtóban állami hirdetéseket tesz közzé, a vállalkozásokat megbízza különböző olyan uniós pénzek elköltésével, amelyeket egyébként nem nekik kéne kapni, és van egy óriási járulékos vesztesége ennek. Ahhoz, hogy a Fidesz közeli oligarchák kapják meg ezeket a megbízásokat, ahhoz arra van szükség, hogy a jobb szolgáltatást nyújtani képes szereplőket kizárják. Nem önmagában az a pénz veszik el, amit rosszul költenek el, hanem az is, amit egy jobb szolgáltatóval nyerni lehetne. Ezt kívülről lehet ezt a struktúrát valahogy módosítani, mondjuk ezekkel az uniós szankciókkal, vagy ez csak belső akarat tudja átélni? Én, bocsánat, csak egy mondat ehhez. Én nagyon mérges vagyok az Unióra azzal kapcsolatban, hogy ezek köztudott dolgok, és az Európai Néppárt cinkosan várt, és ezzel ugye a legnagyobb európai erő cinkosan várt egészen mostanáig, hogy most jutott először eszükbe, hogy Orbán Viktor vejének a lámpáit azt esetleg kifogásolják. Igen, de mondhatják azt, hogy hát kétharmad nem először. De ha a magyaroknak ezt kell, akkor nem, ezt kell. Nem. Az Európai Unió forrás elosztása az nem arra épül, hogy átmegy a határon, és onnantól kezdve azt történjék vele, amit a helyben élők csak akarnak. Ezeket a pénzeket valamire adják. És az vétkes könnyelműség, mulasztás, vagy akár tettestársi alakzat, amit az Unió megfelelő szervei csinálnak, hogy teljesen egyértelmű, hogy mi történik, amikor itt voltak és megnézték a felcsúti kisvasutat. Bávatag, leszedált cserkészként ültek nyálcsikot a szájuk szélén csorgatva ezen a kisvasúton, és nem vették észre, hogy csak ők ülnek rajta, meg az újságírók. Igen. Ez nincs rendben. Azon kívül ezt a pénzt nem csak... És akkor az egy tömegnek számított. Igen, már. Egyébként valóban. De hogy nem csak valamire adják ezt a pénzt, hanem ugye valahonnan jön ez a pénz, és hogy ez az öntudatra ébredés, ez abból is fakad, hogy hát vannak európai választópolgárok, döntően a nettó befizető országoknak az állampolgárai, akik egyébként hasonló, ha tetszik, nemzeti felhorgadásból akár azt is gondolhatják, hogy ők ezt, ami itt zajlik Magyarországon, nem kívánják finanszírozni. De tényleg, hát ez egy összeurópai kérdés, hát tehát, helyzet, hogy akarják hát a Mészáros Lőrincet finanszírozni? Hát egyrészt ugye beúszik a köztudatban lassan, nagyon lassan, én azt gondolom kínos lassúsággal, ami folyik Magyarországon. Másról a néppárti vita, a Fidesz felfüggesztése, kizárása kapcsán zajló néppárti vita, az azért azzal is összefügg, hogy ugye elsősorban skandináv, Benelux országbeli, de más országok konzervatív, jobboldali, kereszténydemokrata pártjainak a közönsége nem kíván azonosulni olyan pártok politikájával, amelyek ugyanolyan jelzőkkel írják le magukat, de valami teljesen más csinálnak, és a teljesen más csinálásba egyrészt beletartozik a hatalom megosztásnak a szétverése, másrészt beletartozik az, hogy ellopják azokat a pénzeket, amiket ezek a választópolgárok fizetnek be. Tehát nem biztos, hogy a választópolgár szintjén ez egy ilyen több elemű logikai sorként összeáll, de hát látják, hogy valami más dolog zajlik, mint amire egyébként ők adót fizetnek be. És akkor az előző kérdésemre nevezzük leegyszerűsítve mészárosi struktúrának ezt a speciális magyar gazdasági modellt. Az a válasz, hogy igen, az Unió át tudja kívülről alakítani mondjuk azzal, hogy kevesebb pénzt ad, mert erre lehet az a magyar válasz, hogy hát akkor kevesebből kell megoldani. Nem önmagában a források csökkentése itt a megoldás, de fontos az első lépésként az, hogy tájékozódjanak. Emlékezzünk vissza, amikor a görög válság kitört, akkor az egyik fontos érv amellett, hogy ne költsenek el mindent a görögök, és ne csak simán megsegítsük őket, az volt, hogy a német nyugdíjas egyébként nem kap annyi pénzt és olyan jogcímen, mint egyes görög nyugdíjasok, meg ugye a görög mozdonyvezetők 14. havi fizetése és kézmosási pótléka, az kiverte a biztosítékot azoknál, akik ezt finanszírozzák. Az Unió dolga az lenne, hogy az ide érkező pénzek felhasználását azt figyelje, szankcionálja, ne adjon meg. Én ezt kicsiben próbálja, nem véletlenül kötött pályás vasúti felújításokra, vagy tehát kötött pályás közlekedési felújításokra már nem nagyon jön pénz. De én azt várnám el az Uniótól, és ez az, amit eddig nem tettek meg, hogy kötelezővé tegyék, hogy amikor ki van írva a nagy plakátra, hogy köszönjük a magyar kormánynak és az Európai Uniónak ezt a 10 milliárd forintot, akkor az legyen odaírva, hogy köszönjük az Európai Uniónak a 9 milliárd 999 millió forintot, meg a magyar kormánynak az 1 milliót, amit hozzátett, amivel az államtitkár úr eljött ide. Tehát, hogy a felhasználást, a kommunikációt, legyen itt egy uniós ember. Én biztos, hogy elvárnám az Unió részéről, hogyha bármit átadunk, ami mondjuk 100 millió forintnál többe került, az csak akkor lesz, amikor itt van az Európai Unió embere, és a szalag átvágásnál mondja, hogy igen, ezt az Unió hozta ide. Ez mind elvárható lenne, és még egy gondolat az, amit az Oli mondott, Verhofstadt nem véletlenül kezdett el ezzel kampányolni, és fognak még szerintem nagyon sokan, pláne ha van egy válság, helyben azt mondani, hogy drága németek, drága belgák, franciák, bárki, a ti pénzetekből épült föl ez a dácsa Magyarországon. És akkor már belpolitikai jelentősége lesz azokban az államokban.
Hát ez egy régi vita, nyilván kívülről nem lehet leváltani, és szerintem nem is volna helyes leváltani kívülről a magyar kormányt, akár más kormányt, de mindenki teszi a dolgát, és mondjuk az Unió nem gondolja, hogy akár csak közvetve szándékosan finanszíroz egy autoritár rendszert, az hát az egy lépés, egy olyan logikai sorban, ami ennek a rendszernek a meggyengüléséhez vezethet. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm.